Megmondom őszintén, hogy én még nem hallottam olyan kutyatulajdonosról, aki évente vitte volna szűrővizsgálatra a kis kedvencét. Egészen újszerű megközelítés, de könnyen belátható, hogy a kis kedvenceink esetében is sokkal olcsóbb a megelőzés és sokkal drágább a gyógyítás. Hogyan változnak a lehetőségek az állatgyógyászatban? Röntgenvizsgálat, ultrahangos vizsgálat, laborvizsgálat, és hát a nagyobb helyeken, nagyobb kórházakban ma már a CT-vizsgálat, az endoszkópos vizsgálat is a mindennapok része. Milyen esetben szükségesek ezek a vizsgálatok? Nagyon fontos, hogy akkor is, hogyha baj van, és akkor is, hogyha valamiféle diagnosztikai szempontból szeretnénk megelőzés szempontjából elvégezni ezeket a vizsgálatokat, akkor akár mindennapos vizsgálatok sorába is beilleszthetőek ezek a vizsgálatok. Mivel jár ez a kis kedvenceknek? Legtöbb esetben természetesen azzal jár, hogy sokszor kórházi körülmények között végezzük, hiszen bent kell ezeket a kis állatokat tartani a vizsgálat napjára, és természetesen ugye a CT-vizsgálatok vagy az endoszkópos vizsgálatok tekintetében altatásra is sor kerül, tehát a megfelelő ébredésről is gondoskodnunk kell. Mit előzhetünk meg egy ilyen vizsgálat használatával? Ezzel a berendezéssel, tehát a CT-berendezésekkel általában idegrendszeri képleteket, tehát gerincoszlopot vizsgálhatunk, hasüreget, fej, nyakképleteket, tüdőt például, nagyon gyakran használjuk daganat áttét kutatásokban, és nagyon gyakran ugye a diagnosztikában, akár gerinc problémák megállapításánál, vagy éppen különböző lágyszervek vizsgálatánál a fejen, fogak, állkapocs, szem mögötti terület vizsgálata során, agyvizsgálatánál inkább az MRI készüléket használjuk. A kisállatok szervezetét megterhelik ezek a vizsgálatok? Nagyon kevéssé terhelik meg, hiszen ezek a vizsgálatok rendkívül gyors vizsgálatok. Tehát mondjuk egy teljes test vizsgálata 5-6 percet vesz igénybe, tehát sok esetben akár egy bódításban is elvégezhetőek ezek a vizsgálatok. Milyen esetben lehet hasznos egy kisállat számára egy endoszkópos vizsgálat? Sebészi módszer nélkül, vágás nélkül, úgy mondjuk, hogy nem invazív módon lehet vizsgálni a légzőszerveket, tehát kezdve az orr, orrgarat, gégel, légcső, bróhusok szintjéig, akkor az emésztőrendszert, nyelőcső, gyomor, beleket, vastag beleket is tudjuk vizsgálni. Tehát mindenképpen ugye itt nagyon komoly nagyításba gyönyörűen lehet látni ezeket a területeket. Alkalmas ilyen módon egyrészt diagnosztikára, tehát akár megelőzésképpen is megtekinteni ezeket a területeket, hogy van-e itt bármilyen probléma. Másrészt pedig nagyon fontos része, hogy mintát tudunk venni innen, sokszor csak ez a diagnózist, hogyha onnan szövettani mintát tudunk venni. Emellett nagyon fontos, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező, ebben gyakorlott ember végezze a megfelelő beavatkozásokat.